Ilyen lehet az, amikor egy ember elméje sötét, mint a pince. És ilyeneket mutogatnak a tévében országvilág előtt. Ezek mutatnak elvileg példát a fiataloknak. Egy olyan videót hoztam nektek, amit ha nem látok, nem is hiszek el, mert egyszerűen túl abszurd, hogy ez valóság legyen. De mégis az. Sajnos. A bulvár újra és újra képes alulmúlni önmagát az ott lájkvadászó, nézettségben fürdőző alakokkal. Az orba szájba promózott nyerőpárosban ment le az alábbi magas röptő monológ. A műsorban nem csak a párok versenyzését, hanem olyan hétköznapi dolgokat is végigkísérhetünk, mint egy reggeli elfogyasztása. Ezúttal Pataki Zita és párja Attila csatlakozott Edináékhoz. Éppen arról beszélgettek, hogy Zitáék egy éve átálltak a növényi alapú táplálkozásra, amikor Edina feltette egy igazán érdekes kérdést. Uh-huh. Tavaly kezdtünk bele egy életmódváltásba, uh-huh. és akkor váltottunk át teljesen növényi étrendre. Uh-huh. De bocsánat, a növény az azt jelenti, hogy a hústattal eztek, vagy a vegánok voltunk. Nos, a házaspárnak szemeserebben, de azért a kérdés után Zita hozzátette, hogy egy évig vegánok voltak. Miután kitárgyalták a témát, az időjárás jelentő nehezményezte, hogy nem tud csak úgy fecsegni velük ilyen dolgokról, inkább azt szeretné, ha mélyebb témákról beszélgetnének, mint például Edináék párkapcsolati problémái. Hát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de az ilyen és ehhez hasonló eszmefutatások és megnyilvánulások olyan szellemi szőnyegbombázást végeznek a fiatalok tévé előtt gubbasztó generációk körében, hogy azt büntetni kellene. Egyszerűen ezek a tévé előtt bohózkodó emberek nem gondolnak bele abba, milyen óriási felelősségük van abban, hogy mit látnak a fiatalok százezrei nap mint nap a tévé előtt. Aztán sokszor ugyanezek az emberek vannak kiakadva a gyűlölködő, ócsároló szövegekkel elárasztott kommentfalakon. Ha létezne erkölcsi bizottság, akkor ezeket az embereket be sem engednék a tévé stúdiókba, és kénytelenek lennének elvégezni egy hideg burkoló tanfolyamot, vagy elmenni napszámosnak valahová, vagy mondjuk villanyszerelőnek. Vagy még annak sem, mert a saját elméjükben sem sikerült még azt a bizonyos villanykörtét becsavarni, mert teljes a sötétség. Tehát nem az az ember vagyok, erre már rájöttem, aki beül egy asztal mögé és ott ül 8 órát. Not bad, not bad. Not you. Az az érzése az embernek, mintha egy másik fajta erkölcsi bizottság működne a tévében. Jobb már nem lesz a helyzet. Talán a modern bulvár torszületeit mutogató freak show-t egy nap majd felváltja valami értelmesebb. Addig viszont ezek maradtak a médiának, ebből kell főzni. Legyen a késztermék bármennyire is ehetetlen és bűzös.